Idén azért lett kéthetes a Zempléni Fesztivál, mert a szervezők így szerettek volna csatlakozni a fesztiválok éve kezdeményezéshez. Ezzel kezdte mondani valóját Túrjányi Miklós fesztiváligazgató. A nagymúlttal rendelkező programsorozat megnyitója előtt már hagyomány, hogy a fesztivál szervezői és a művelődésháza dolgozói egy utolsó közös technikai megbeszélést tartanak, majd pedig sajtótájékoztatón számolnak be a legfontosabb tudnivalókról. Két hét alatt az egész Zempléni Fesztivál tekintve 30 helyszínen több mint 60 programmal várjuk a vendégeket, illetve hát természetesen a helyieket is nagy szeretettel, és remélem, hogy nagyon érdekes, színes programsorozatot sikerült összeállítani a gyermekprogramoktól, a kamarazenén, a nagyzenekari koncerteken keresztül, a színházi produkciókig és a jazz koncertekig, valamint természetesen a jó tokai borokat is bevonva a rendezvénysorozatba a gasztronómiai programokkal egybekötött programokig. A 19. alkalommal megszervezett eseménysorozat keretében mintegy 600 fellépő lép majd színpadra. Emellett mintegy 12.000 látogatóra számítanak a szervezők. A kéthetes program utolsó részleteiről is egyeztettek a jelenlévők. Ez egy Zempléni Fesztivál, ezt mindig ki is szeretném hangsúlyozni, mert hiszen ez nekünk fontos is, és mindenki, aki részt vesz benne, vagy közelébe kerül, tudja, hogy tényleg Szerencstől Hollóházáig a helyszínek szempontjából is, és a programok szempontjából is mi egybe kezeljük az egészet, de hát valahol kell, hogy legyen egy központ, és ez is már ugye hagyomány, hogy Sárospatak ennek a központja. Tulajdonképpen fizikai helyzeténél fogva is a legpraktikusabb, hiszen középen helyezkedik el, innen egyenlő távolságra esik a hegyköz is, illetve a Szerencsi térség. És hát itt a Művelődésháza egy hagyományosan nagyon-nagyon jó partner, ők a legkiemeltebb együttműködő partnerünk, akik a szervezés szempontjából részt vesznek a munkában. A fesztivál teljes ideje alatt és természetesen az előkészületi munkákban is részt vesz a Művelődésháza. Ez leginkább az egyes helyszíneknek a berendezését, a különböző dekoráció, a molinók, zászlók eljuttatását, a propagandaanyagok szállítását jelenti. A fesztivál ideje alatt pedig minden olyan helyszínen, ahol az adott település esetleg nem tud minden technikai eszközt biztosítani, ott a ház vállalja be ennek a feladatkörét. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy ebben az évben is úgy igyekeztek a szervezők a programot összeállítani, hogy a sokak ízlését és érdeklődését kielégítse és felkeltse.